Bokréta ünnepség. A tervek szerint még idén nyáron elkezdődik a termelése a német tulajdonú Rosenberger Magyarország Kft. Új nyírbátori üzemében. Támogatott lakhatás. Ez az ellátási forma fogyatékos személyek vagy pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújt intézményen kívüli elhelyezést. Digitális jólét. 1060 notebookot és 400 táblagépet nyertek a pályázók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 járásában. A tervek szerint még idén nyáron elkezdődik a termelés a német tulajdonú Rosenberger Magyarország Kft. Új nyírbátori üzemében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az autóipari alkatrészeket gyártó vállalkozásnak 3,2 milliárd forintos beruházással épül a gyáregysége a város külterületén. Az új csarnok elérte a legmagasabb építési pontját, ennek alkalmából tartottak Bokréta ünnepséget szerdán. Így nézett ki tavaly decemberben az építkezés helyszíne, ezek pedig már a szerdai ünnepség képei. A német cég beruházása fél év alatt elérte az 55%-os készültségi szintet. Az épület szerkezetkész, jelenleg a gépészeti berendezések telepítése zajlik. Az új csarnok augusztusra készül el, a gépsorokat és a munkaerőt szeptember végén, október elején telepítik át a jelenlegi bérelt gyártóüzemből az új csarnokba. Most jelen pillanatban 500 fölött vagyunk már. Ma láttam őket, 30-an jelentkeztek, ezekből 30-ból valószínűleg 25 hétfőn fog kezdeni dolgozni. Folyamatosan megy, ahogy hely a beindítani a sorokat van, akkor az emberek már kerülnek fölvételre. A tervünk az, hogy év végére a kapacitásunk az körülbelül egy, mi emberről fogunk beszélni, de nekem 80 ezer órára föl kell emelni az egész országi kapacitás. Nyírbátor érint, hogy körülbelül ilyen 400-500 fővel kell bővíteni év végéig, ha lehetséges. A nyírbátori ipari parkban működő cégeknél már közel 5000-en dolgoznak. Idén 4 cég is új gyárcsarnokat épít, ami nagyon megterheli a park közlekedési infrastruktúráját. Itt elsősorban az energiaellátás egy nagyon fontos dolog, a másik a központi buszmegálló kialakítása, hiszen itt műszakváltáskor körülbelül 40-50, a fejlesztések után várhatóan egy 80 busz fog egyszerre megérkezni, és ezt már közlekedésbiztonsági szempontból is nehéz kezelni, és a harmadik pedig egy olyan összekötő útnak a kialakítása, ami nem a városon keresztül, hanem a várost elkerülve mozgatja mind az árut, mind a személyeket, annak érdekében, hogy csökkentsük a város terhelését. A térség országgyűlési képviselője a Bokréta avatáson arról beszélt, jelenleg 4 beruházás zajlik állami vagy uniós támogatással Nyírbátorban. Az egyik a Bátor István Katolikus Gimnázium fejlesztése, a másik az M3-as Nyírbátor összekötőút átépítése, a Rosenberger cégnél, ahol most vagyunk, itt egy 3,1 milliárdos fejlesztés zajlik, amiből 860 millió forint állami támogatás, és a negyedik pedig a járási hivatal áthelyezése, felújítása. Az összekötő út felújítása 1 milliárd forintba kerül. Az útszakasz használt a lakosság mellett az ipari parkban működő vállalkozások is látni fogják. A támogatott lakhatás a tartós bentlakásos szociális intézményekben élő fogyatékos személyek vagy pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújt intézményen kívüli elhelyezést. 3 megyéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeztek szakemberek Nyírtelekre a speciális szakosított ellátási formáról szóló konferenciára. A találkozón elhangzott, a nagy létszámú szociális intézményekkel szemben ez az ellátási forma eredményesebben segíti a fogyatékkal élőket, társadalmi integrációjukat. 2016. február 1-től ebben a nyírteleki 5 szobás, 180 négyzetméteres házban lakik 8 fogyatékkal élő ember. A támogatott lakhatási szolgáltatást nyújtó intézmény az Önálló Életháza nevet kapta, ahol több szolgáltatást együtt kap meg a kliens. Ez a fajta szakosított, szociális ellátási forma még nagyon fiatal. A korábban nagy létszámmal működő fogyatékkal élők szociális otthonainak széttagolásával jöttek létre az ilyen házak szerte az országban. A mostani
konferenciát, azzal a céllal szervezték meg, hogy megosszák véleményüket, tapasztalataikat a szakmában dolgozók. Az intézményes ellátással szemben ez a forma sokkal jobban igazolik az egyéni és speciális igényekhez, hangzott el, és a szolgáltatási elemek bővítésére is szükség lesz a jövőben. A támogatott lakhatást nem ismerik az érintettek családtagjai, ezért fontos megismertetni a szakellátást, jelenleg inkább az intézményekből kerülnek ki az ellátottak a támogatott lakhatásba. Ez ugyanúgy működik, mint más bentlakás intézményi helyszíneken, hogy kérelem alapján, és ott meg vannak a szükséges vizsgálatok, hogy jogosult erre a szolgáltatás, amennyiben jogosult, és van férőhely, akkor fel tudjuk venni. Nyilván a mindennapi élet azért egy közösségben azért súlódásokkal is jár, de hát ezért vannak a szakemberek, hogy ezeket kezeljük. Az ellátás előnye, hogy egy helyen több szolgáltatást megkap a kliens, a felügyeletet, az egészségügyi ellátást, a pszichológiai tanácsadást, az esetkezelést, az egyéni készségfejlesztést. A fő cél, hogy segítsék az önálló életvételüket, társadalmi elfogadásukat. Nagyon sokat kell azzal foglalkoznunk, hogy ezeknek az embereknek az önálló saját életminőségükben javulás lépjen föl, és ezután tudjuk ezeket a közösségi szintre emelni. A lakhatási szolgáltatást legfeljebb 6-8 fő vagy 7-12 fő számára kialakított lakásban vagy házban valósulhat meg. Ez a fajta szolgáltatási forma az addig tartós, bentlakásos, szociális intézményekben élő, fogyatékos személyek vagy pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújt intézményen kívüli lakhatást. A konferencián elhangzott, hogy a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást kell nyújtani, és növelni kell a kapacitásokat, férőhelyeket, ha szükséges. A támogatott lakhatást a szociális ellátásokon belül az állam finanszírozza. 1060 notebookot és 400 táblagépet nyertek a pályázók Szabolcs-Szatmár Bereg megye 6 járásában. Ezt a digitális jólét program keretében osztotta ki a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. Az eszközök mellé oktatást is szerveztek, mivel jelenleg körülbelül 3 millió digitális analfabéta van hazánkban, közölte a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnök helyettese a program záró rendezvényén, majd hozzátette, ezen az arányon akarnak javítani. Egyre nagyobb ütemben halad a világ a digitalizáció felé. A kormány egyik célkitűzése, hogy felzárkóztassa a leszakadó rétegeket, közölte Kópiás Bence, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnök helyettese. A KIFÜ digitális jólét programjában Szabolcs-Szatmár Bereg megye 6 járása vett részt, ahol összesen 1060 notebookot és 400 táblagépet osztottak ki a pályázó között. Ezzel közel 4000 embernek tudtak segíteni, hangzott el a program záró rendezvényén. Az, ami nagyon-nagyon kényes jelenség, hogy a digitális olló az egyre nyílik. Tehát azt gondolom, az újabb generáció egyébként, és a magasabban képzettek, azok tudnak élni ezekkel az eszközökkel, de legalább egyébként 3 millió ember van Magyarországon a felmérések szerint, aki digitálisan írástlatlan, abban az értelemben, hogy feltétlenül motivációja sincsen, vagy pedig képessége sincsen, hogy éljen egyébként itt az új kornak a kihívásaival, és azt gondolom, hogy kormányzati szempontból is a fő hangsúlynak erre a társadalmi csoportokra kell helyeződnie, hogy ők se szakadjanak le egyébként, hiszen az életminőségüket, a versenyképességüket nagyon-nagyon tudná ez rossz értelemben befolyásolni. A digitális eszközökre többek között aktív idősek, nagycsaládosok és gyermekét egyedül nevelő szülők jelentkezhettek. A nyertesek egy képzésen is részt vettek, annak érdekében, hogy használni is tudják a notebookokat és a táblagépeket. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a jövőben folytatják majd az idősek infokommunikációs programját, a nyugdíjasok számára 5000 számítógépet és 1000 vészjelző karperecet osztanak majd ki. Korábban Kisvárdán ezt már sikeresen tesztelték. Működik a segítőkezek program, ezek időskorúak, szépkorúaknak a infokommunikációs eszközökkel ellátása. Jelent ez egy vészjelző karperecet, egy mobiltelefont, ugyanakkor jelent egy notebookot, ami alapján szintén megtanulhatja a digitális írástudást, és ráadásul egy olyan módon, hogy generációk találkoznak. Tehát a gimnáziumban járó diákoknak kötelező 50 óra, és ők vállalták ezt fel, idősekhez kijárnak, beszélgetnek, megtanítják őket a számítógép használatára. A kisvárdai mellett a Baktalórendházi, az Ibrányi, a Kemecsei, a Nagykálói és a Tiszavasvári járás is részt vett a digitális jólét programban. Két személygépkocsi karambolozott tegnap délután Nyíregyházán, a Rozsnyó utcán. Az egyik autó úgy hajtott ki a védett útra, hogy nem adott elsőbséget egy arra szabályosan haladó személygépkocsinak.
Személyisérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. Összegyűjtötték a rétköz értékeit, megalakult a tájegységi értéktár. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A negyedik helyen végzett az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli, miután a bronzpárharc második meccsén is vereséget szenvedett a Szegedtől. Farkasinszky Gyuláné együttese hazai pályán 68-62-re kapott ki. Alaposan átalakul a nyáron a kisvárdai női kézilabda csapatjátékos kerete. Az NB1-ben újoncként bennmaradó együttestől 9-en távoztak. A helyükre kiszemeltekkel még tárgyal a klub vezetősége. Összegyűjtötték a rétköz értékeit, megalakult a tájegységi értéktár. A Közép-Szabolcsi Léder Egyesület projektje alapján az Egyesület fejlesztési térségéhez tartozó települések, oktatási intézmények, valamint a lakó és egyházi közösségek közösen kutatták a helyi tájegységi nevezetességeket. Így több mint 20 érték került be a rétközi tájegységi értéktárba. Balsa, Búj, Gávavencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Paszap, Tiszabercel és Tiszatelek a rétközi települések nevezetességeit összegzi ez a tárlat. Nagyon nagy szerencsénk van olyan tekintetben, hogy ezeken a településeken azért több olyan ember is él, aki hobbiszerűen régóta foglalkozik helytörténettel, és nyilvánvalóan az ő tudásukra, az ő tapasztalatukra is alapoztunk akkor, amikor ezek a javaslatok megszülettek. Én azt gondolom, hogy az a gazdag kincs, amit rendelkezésre áll, abból egy nagyon szép merítést sikerült tennünk ezzel a mai alkalommal, és ezeket a kincseket, ezt az örökséget, amit elején ránk hagytak, ezeket még inkább meg tudjuk erősíteni, és a későbbiekben is bízom benne, hogy egyre többen kapnak ahhoz kedvet, kicsit helytörténettel foglalkozzanak, egy kicsit a szülőföldjüknek a múltjával elkezdjenek megismerkedni. A rétközi kutatásokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság is segítette. Nem olyan sok tájegységi értéktár működik, akár országszerte is, úgyhogy mindenképpen egy novum itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy most itt a rétközben azért ez a bizottság megalakul, és az meg pláne, hogy nagyon aktívak, hiszen folyamatos a tapasztalatcsere, rengeteg kérdéssel fordultak, akár a megyei értéktárbizottság felé, akár felém is személyesen, és nagy-nagy örömmel segítjük a munkájukat. A magyar minőség hírnökei a hungarikumok, amelyek közé a piramis elvű rendszernek köszönhetően akár egy-egy tájegységi nevezetesség is felkerülhet. A hungarikumok köre a közelmúltban bővült, hangzott el az Ibrányi rendezvényen. A legutóbb a hungarikumok közé került értékek voltak a Kodály módszer, amelyik azt gondolom, hogy egy vitán felülálló hungarikum, egy olyan hungarikum, amit a világban szinte mindenhol ismernek, és mindenhol a magyarsággal, Kodály Zoltánnal kötnek össze, és egy maradandó érték. Másik javaslat, az, ami bekerült a gyűjteménybe, ez az egribi kavér, azt gondolom, hogy ez is egy vitán felülálló, a magyarsághoz kötődő érték. Ezek mellett még a tiszai halászlé és az őshonos magyar kutyafajták is bekerültek a hungarikumok közé, a közelmúltban megalakult rétközi tájegységi értéktárban pedig a paszabi szőttes a krumpli termesztésének és feldolgozásának rétközi hagyománya, valamint a térségbeli svábokhoz kötődő tradíciók is szerepelnek. A negyedik helyen végzett az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli, miután a bronzpárharc második meccsén is vereséget szenvedett a Szegedtől. Farkasinszky Gyuláné együttese hazai pályán 68-62-re kapott ki, így a tiszapartiak 2-0-ás összesítéssel szerezték meg a harmadik helyet. Egy 8-0-ás rohammal kezdte a mérkőzést az NKS, aztán egyenlítettek a vendégek, sőt a negyedet is megnyerték egy ponttal. A második 10 perc is a Szegedé volt olyannyira, hogy 11 pontot vertek a hazaiakra, akiknél több fiatal is a háromnapos kadett B-döntő meccsének a fáradtságával a lábában lépett pályára. A fordulás után faragott hátrányából Farkasinszky Gyuláné együttese, amely a záró negyednek 6 pontos hátrányból vágott neki. Az utolsó szakaszban mindent megpróbáltak a nyíregyháziak, de fordítaniuk nem sikerült, így a Szeged 2 győzelemmel szerezte meg a bronzérmet.
Valami szinten nem találtuk ott az elején a ritmust, tehát se a támadásban, se a védekezésben. Ugye, ami az előző fordulóban működött a Szegeden, hogy emberfogásra védekeztünk, az most pontosan az nem jött össze. Amikor beálltunk egy 3-2 zóna védekezésre, azzal tudtuk megfogni is igazából a Szegedet, és akkor tudtunk egy helye közelegára visszajönni. Csak ugye el kellett kezdenünk a fiatalokat becserélni, akik tényleg nagyon tehetségesek, tényleg nagyon ügyesek. Hát ugye tét szituáció volt. Ebben a szituációban ugye egy rutinos csapat ellen kellett játszanunk, és sok esetben pontosan elvittük magunkat palánk alatt, vagy nem értünk ki arra a dobásra, vagy éppen beüttük abba a csapda helyzetbe, ahol nem lett volna szabad bevinni a labdát. Hiába szereztünk előtte meg, ugyanúgy az utánbe szinte el is adtuk a labdákat. Én úgy gondolom, hogy küzdöttünk, hajtottunk, mindent megpróbáltunk megtenni a győzelemért. Per pillanat, ez most erre volt elég. A tavalyi második hely után így a negyedik helyen végzett a bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. A csapat legrutinosabb játékosa, Farkasinszki Orsolya szerint a körülmények ismeretében elégedettek lehetnek a szereplésükkel. A bajnokságban valóban a negyedik helyet értük el, emellett azért ebben az évben van egy hetkupa második helyezettünk is, vagy helyezésünk is, ami azért azt gondolom, hogy nagy dolog. Ha valaki a bajnokság elején ezt mondja, hogy egy ilyen fiatal csapattal ilyen helyen végezhetünk, akkor én azt gondolom, hogy ebbe mégis belementünk volna. Nyilván így, hogy itt voltunk a döntőkapujában, illetve a harmadik helyért vívott csatában is, így kicsit fájó azért ez a dolog. De ha az elmúlt éveket tekintjük, akkor én mióta hazajöttem például az A csoportból, az 5 éve volt, azóta mindig legjobb 8-ban voltunk, ebből egyszer voltunk 5-ek, a többi kétszer 4-ek, egyszer 3-ok, egyszer 2-ok. Tehát ha így nézzük, akkor nem olyan vészes azért ez az eredmény, azt gondolom. A nyíregyházi csapat felnőttkorú játékosai számára befejeződött a szezon, kivéve Papp Klaudiát, aki a felnőtt B33-as válogatottal készül a júniusi kínai világbajnokságra. Az irányítóhoz kapcsolódó hír, hogy a korábbi terveivel ellentétben jelen állás szerint a következő szezonban is az NKS színeiben játszik majd. Alaposan átalakul a nyáron a kisvárdai női kézilabda csapat játékos kerete. Az NB1-ben újoncként bennmaradó együttestől 9-en távoztak. A helyükre kiszemeltek kell még tárgyal a klub vezetősége. A szakmai stábban nem lesz változás, továbbra is Mátéfi Eszter szakmai igazgató és Dévényi János edző készíti fel a csapatot. 9 játékos számára a búcsút jelentette a Kisvárda utolsó bajnoki mérkőzése. A bennmaradás kiharcoló csapatból távozott a román Madalina Puskás, a szerb Krisztina Liscevic, a litván Maria Gedroit, a szlovák Júlia Kucserova, a norvég Hanna Ittereng, valamint Solc Andrea, Lévai Zsófia, Héjas Tímea és Tóth Gabriella. Utóbbi játékos hosszabb sérülését követően a tavaszi szezonra érkezett Kisvárdára, ahol a csapat meghatározó játékosává vált. Szépen fogok visszaemlékezni erre a 3 hónapra, amit itt töltöttem. Nagyon sokat kaptam Kisvárdától, hiszen ugye nem kaptam elég játék lehetőséget Győrbe, és itt azért egy jó 60 perces játékos voltam. Úgyhogy én boldogan fogok visszaemlékezni erre a 3 hónapra. Tóth Gabriellához hasonlóan Győrből, és szintén a tavaszi szezonra érkezett Orbán Adrien, akinek új szerepe volt a bennmaradás kiharcolásában. A célunkat elértük, ugye azzal a céllal érkeztünk ide, hogy bennmaradjunk, és hát ez sikerült is. Igaz, hogy ugye a legvégére hagytuk ezt a dolgot, pedig előbb is eldönthettük volna, de ez az egész szezonra jellemző volt, hogy azért itt voltak nehézségek, de úgy gondolom, hogy azért így az érkezésünkkel is nagy lendületet adtunk a csapatnak, én úgy gondolom, és a végére már elég jó formában lett a csapat, és ráéreztünk egymásra, egymás játékára. Orbán Adrien maradt Kisvárdán, a válogatottal már a szlovákok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő jobbszélső 1+1 évre kötelezte magát a klub mellett. Amikor ide érkeztem, akkor úgy voltam vele, hogy megnézem azért, hogy érzem magamat, de minden szuper volt, nagyon jól érzem magam, és úgy gondoltam, hogy a jövőben még itt komoly célokat is elérhetünk. Jövőre is hallom, hogy jó csapat épül, úgyhogy szerintem ott már nagyobb célok is lesznek, és remélem én is nagyban hozzá tudok segíteni így a csapatnak a játékához és a sikerekhez. A távozók helyére kiszemelt kézilabdázókkal még tárgyal a klub vezetősége. Az már biztos, hogy a július 17-én kezdődő felkészülésnek Mátéfi Eszter és Dévényi János irányításával vág neki a csapat. Az utolsó bajnoki meccs után elkezdődött a városi tornacsarnok felújítása, a tervek szerint a szeptemberi bajnoki rajta befejeződnek a munkálatok.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A tervek szerint még idén nyáron elkezdődik a termelés a német tulajdonú Rosenberger Magyarország Kft. Új Nyírbátori üzemében. Az autóipari alkatrészeket gyártó vállalkozásnak 3,2 milliárd forintos beruházással épül a gyáregysége a város külterületén. Az új csarnok elérte a legmagasabb építési pontját, ennek alkalmából tartottak bokréta ünnepséget szerdán. A támogatott lakhatása a tartós bentlakásos szociális intézményekben élő fogyatékos személyek vagy pszichiátriai szenvedélybetegek számára nyújt intézményen kívüli elhelyezést. Három megyéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeztek szakemberek Nyírtelekre a speciális szakosított ellátási formáról szóló konferenciára. 1060 notebookot és 400 táblagépet nyertek a pályázók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 járásában. Ezt a digitális jólétprogram keretében osztotta ki a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. Az eszközök mellé oktatást is szerveztek. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták május 31-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Észak felől egy hideg front érinti térségünket, amelynek köszönhetően pár fokkal hűvösebb idő várható. Az éjjel gyengén és erősebben felhős időszakok és területek egyaránt előfordulnak, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13-17 fok között alakul. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, a legalacsonyabb nappali hőmérséklet 26-28 fok között alakul, hidegfronti hatás van térségünkben. A hét végéig ismét több napsütésre számíthatunk, erősödik a nappali felmelegedés mértéke, majd hétfőn egy erősebb hidegfront éri el térségünket, ami viharossá fokozódó szél és záporok kíséretében vonul át felettünk. A jövő hét elején változékony, de meleg idő várható, záporokkal, több-kevesebb napsütéssel.